Köszöntelek benneteket! Juhász Tibor vagyok, és a Fehér Zsófia iskola 20 éves jubileuma alkalmából beszélgetünk az iskola alapításában résztvevő szülőkkel és tanárokkal. Milyennek látjátok most az intézményt? Tükrözi-e azt, amit alapításkor megálmodtatok? Ki tud erre válaszolni, vagy lehet egyáltalán erre válaszolni? Igen is, meg nem is. Hát egy nagyon összetett kérdés, amit feltettél, én azt gondolom, mert hogy 20 év alatt a világ körülöttünk is rengeteget változott. Maga a világ körülöttünk, a világban érkező impulzusok, a gyerekek nagyon sokat változtak, ez Kata tudja legjobban megmondani, aki több osztályt vitt végig, hogy 8 év alatt mennyi mindent változtak a gyerekek, és mennyire másképp kell hozzájuk nyúlni, másképp kell velük bánni. Tehát, hogy felgyorsult a világ körülöttünk, és ez bizony egy nagyon gyors alkalmazkodó képességet, változó képességet követel tőlünk pedagógusoktól is, és azt gondolom, hogy ebben azért vannak, őszintén nézem, lemaradásaink. Itt én személy szerint a saját utamról szeretnék itt szólni, de én azt gondolom, hogy talán a többiek és sem különbözik sokkal ettől. Tehát, hogy nekünk is egy paradigmaváltáson kell átesni. Mi sajnos nem Waldorf iskolában nőttünk fel, nem ebben a szellemiségben nőttünk fel. Különösen nem én, aki már egy öregebb motoros vagyok ebben a közösségben. Tehát nekem is nap mint nap küzdeni kell a saját régi beidegződéseimmel, és látom, hogy mennyire másra van szükségem a már a fiataloknak, mint amit esetleg én hozok így zsigerből, vagy a különböző berögzöttségeimből. Tehát valóban, ahogy elhangzott, egy folyamatos fejlődésen kell nekünk is keresztül mennünk a diákokkal együtt, és a diákjaink ebben nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani nekünk, hogyha figyelünk rájuk. A szellemiségnek az ápolása is egyre nagyobb kihívás, én azt gondolom, az említett okoknál is fogva. Tehát annyira széthúz erők vannak körülöttünk, hogy nagyon-nagyon nehéz elmélyült szellemi munkát végezni, akár egyénileg, és közösségben talán még inkább. Én ennek így érzékelem a hiányát, ha nagyon őszinte vagyok, és persze sokat próbálunk ez ellen tenni, de én mint ezen a téren örök elégedetlen azt mondom, hogy ez még nem elég. Annak nagyon-nagyon örülök, hogy 20 éve tudjuk vinni ezt a családi válási rendszert, ha bár sokszor felmerült, hogy ez tartható-e vagy sem, de mind a mai napig tudjuk ezt tartani, ez egy óriási érték, azt gondolom, ami tényleg abszolút beleillik abba a szellemiségbe, ami alapján Rudolf Steiner az első Waldorf iskolát létrehozta, hogy a családok egymást támogatva, elfogadva az, hogy ki többet, ki kevesebbet tud beletenni a közösbe, segítik ennek az intézménynek a működését. Ez egy olyan nagy érték, amit azt gondolom, hogy ha elengednénk, akkor nagyon-nagyon sérülne a pedagógiai mögötti szellemiség. Nagy értéknek tartom, hogy meg tudtunk fogalmazni olyan vezérképet, ami egyértelműen kimondja, hogy az iskola az antropozófia szellemiség alapján áll, mind az önigazgatás, mind a pedagógia területén. Ez nem lehet kérdés, és talán nem is kérdés, és hát fel kell nőnünk ez a vezérképhez, hogy ezt a hétköznapokban apró pénzre váltva tényleg minél jobban tudjuk megvalósítani. Úton vagyunk, az út egyre rögösebb, és egyre rögösebb lesz, mert a világ körülöttünk ilyen. De hát azt szokták mondani, hogy nagyon nagyszerű dolgot akarsz végrehajtani, akkor ott ugye megjelennek azok az erők, akik szeretnék ezt úgy segíteni, még jobbá tenni, hogy nehézségeket, akadályokat gördítenek elénk. Én ezzel együtt hiszem azt, hogy ez a közösség képes ezeket az akadályokat meglépni, és az iskola hosszú távon működőképes fog maradni, és még azt a Waldorf feliratot sem kell lekaparni a falról. Nagyon örülök, hogy megemlítetted az iskola vezérképét, mert én személyesen is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy született meg az iskola vezérképe.
hogy az intézmény folyamatosan fejlődik, hogy volt egy korábbi vezérkép, azt mindig átdolgozzátok a jelen körű szükségletnek, mert most, amikor elolvastam a vezérképet, akkor egy 2019-es dátumot látok az alján. És tudjátok, hogy folyamatosan fejleszteni vagy alakítani a vezérképet az igényekhez, erre nagyon kíváncsi vagyok, és hogy mit ad és miben segít nektek ma a megalkotott vezérkép? Az alapításkor nem volt vezérkép írott formában, de volt egy vezérkép köztünk, az a szellemi vezérkép, amit megértettünk Rudolf Steinertől, és amin dolgoztunk itt hosszú hónapokon keresztül, hogy megértsük, hogy miért fontos, hogy Waldorf iskolák legyenek a világban. De azt akkor nem kellett leírni, hiszen akkor annyira egységesek voltunk, és egy irányba néztünk, hogy talán nem is volt erre szükség. Persze később jó leírni adott esetben, mindentől függetlenül, de amikor már tényleg átmegy az úttörő fázison egy kezdeményezés és intézményesül, akkor még fontosabb, hiszen jönnek az új családok, jönnek új emberek, akik akkor teljesen tisztában kell, hogy legyenek fekete-fehéren, hogy milyen közösségbe érkeznek, ez a közösség milyen szellemi alapokon nyugszik, és hogy tudnak azonosulni ezzel a szellemiséggel, és tudatosan döntsenek arra, hogy részese akarnak-e lenni ennek a közösségnek. Hát ezzel együtt azt hiszem elég sokat váratott magára, míg lett vezérképünk. Ez szerintem akkor volt, és most milyen jó, hogy nálam az, amikor nem voltam itt az iskolában. Ott a 2010-es évek előtt valahogy, vagy azokban az években, de majd egészítsetek ki. Szerintem ezt akkor az utak a minőséghez eljárás alapján Rédling Erika koordinálta ezt a folyamatot. Én annyit tudok, hogy annyira emlékszem, hogy mindenki benne volt, tehát szülők, tanárok, hát akkor még nem volt középiskolánk, tehát a diákokat így úgy nem ennyire nem lehetett bevonni, de egy hosszú és tudatos folyamaton ment keresztül, míg a szöveg véglegesítődött, és annak akkor úgy emlékszem, hogy igenis volt egy nagy ereje ennek a folyamatnak. És valóban ezek szerint 2019-ben történt egy rátekintés, amikor úgy éreztük, hogy na nézzünk rá, hogy amit ott megfogalmaztunk, abból mi az, amit még most is így gondolunk, mi az, amit kicsit talán másképp, vagy finomítottunk a szövegezésen. A lényeg nem változott, de 2019-ben egy több alkalomba álló összejövetelek sorozatán keresztül újítottuk meg. És hát most, hogy így felvetette Tibor, lehet, hogy igen, itt az ideje, hogy újból rátekintsünk. Pedagógusként és szülőként hogyan látjátok az életbe kikerül a Waldorf diákokat. Ugye erről azért remélem, hogy szülőként is tudtok beszélni, és pedagógusként is. Most kezdjük a szülői oldalnál. Beszélgetünk erről Enikővel otthon, hogy vajon milyenek lennének ezek a gyerekek, ha nem ide járnak. Ugye ezt sose tudjuk meg. Tehát ezzel tisztában kell lenni, hogy egy utat egyszer tudunk bejárni, ha Waldorf iskolába jött, akkor nem tudom, milyen lenne gyerekem, ha nem ide járt volna is viszont, de meg vagyunk elégedve igazából az eredménnyel. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó az, hogy ide jártak. Én nekem volt nagyon sok élményem, amikor cseperedtek fel a gyerekek, és egy ilyen természettudományjal foglalkozom, de nagyon sokszor tanultam tőlük ezen a téren is nagyon egyszerű dolgokat, az életből vett dolgokat, és azt gondolom, hogy ez most is meglátszik rajtuk. Tehát egyrészt van egy hozzáállásuk, hogy olyan nincs, hogy nem tudom megoldani. És ez nagyon fontos szerintem a mai világban, hogy ha van valami feladat, akkor azt meg fogom tudni oldani, és nem is kérdés, hogy meg tudom-e oldani. Ez, én azt gondolom, hogy innen, tehát innen kellett, hogy legalábbis részben innen jöttek ilyen impulzusok. Azt gondolom, hogy életképesek. Nyilván nem tudom megmondani megint, hogy milyenek lennének, hogyha nem ide jártak volna, de azt látom, hogy életképesek, jó probléma megoldó képességük. És hát ugye, amit szoktak emlegetni
mint Waldorf iskolák hiányossága, vagy kevésbé erős oldala, hogy ezek a természettudományos képzés, meg a nyelvoktatás, azt hiszem, hogy gyakran elhangzik kritikaként. Tőlünk kérdezték, hogy hát ugye az egyetemen nem volt-e probléma a természettudományos tárgyakkal, amire mondjuk az egyik példa, hogy a Kamilla lányunk, amikor ugye bekerült az egyetemre, és meg volt az első matek előadás, ahol hát a tanár ugye szondázta a diákokat. Tehát kérdezett is lehetett jelentkezni, lehetett válaszolni. Na itt ugye megint előjött, hogy itt ez egy természetes dolog, hogy megszólítanak, akkor ha van valami gondolatom, akkor felrakom a kezem és elmondom. Hát ez a Kamilla amúgy is ilyen volt, tehát ez, de ha már kérdezték is, akkor elmondta. Úgyhogy egy nagyon jó társalgás alakult ki rögtön első órán a tanár és Kamilla között. És az első szünetben, tehát még a végeptől első órának, akkor az egyik évfolyam társadalán ment hozzá, hogy te figyelj, válasz, korrepetálás matekból. Tehát ugye, igen, azt gondolom, hogy nyilván lehetne mindent jobban csinálni, vagy sok mindent lehet jobban csinálni, de azt gondolom, hogy tehát itt is nagyon sok olyat megkapnak, ami az életre nekik fontos lesz. Lehet, hogy vannak hiányosságok, tehát ezt tényleg nem tudom megítélni, hogy van-e olyan, amit lexikai tudás, ami kellene nekik, de szerintem ma már azt lehet legegyszerűbben felszedni, viszont a mentalitást, a hozzáállást, a problémagondoló képességet azt sokkal nehezebb begyűjteni. Tehát ez egy nagyon, azt gondolom, nagyon jó dolog, hogy ez bennük van. Köszönöm. Szeretnéd kiegészíteni? Csak egy-két gondolat így az egyetemista lét most így nekünk napi rendben van. Olyan gyerekünknél, akinek nem fő kedvenc iránya ez a humán része az életnek, ők is úgy látom, hogy annyira jól bevették az akadályokat, hogy még élvezték is. Tehát egy más helyzetben, ha nincs ilyen motiváció, akkor elülnek szerintem így langyosan, vagy a langyos iszabban így csendesen, és itt nagyon tevékenyen szerintem nagyon sokszor kivették a részüket, és nagyon élvezték is, látták, hogy milyen jó az, amit csinálnak, és hát kritikus gyerekünktől már pozitív megerősítést is kaptunk az iskoláról, aki ugye mindenben a problémát látta meg, és hogyan kellene jobban, és hasonlók, hogy akkor az egyetemen most már előjöttek, hogy előadni egy témáról, vagy valakivel csapatban dolgozni, utána előadni együtt, hogy ezt megfogalmazta, hogy azért ez milyen jó, hogy itt így alapszinten jelen volt, hogy ez nagy könnyebbség, hogy nem ott kell megtanulni, mert hogy a többi csapat nagyon-nagyon nehezen vette ezeket az akadályokat, hogy együtt megcsinálni egy projektet, és előadni közösen, figyelni az időket, vagy a időkorlátot, a témát, tehát hogy így nagyon-nagyon jó. És az a rengeteg dolog, amivel itt foglalkoztak, az a sokfajta tevékenység, úgy gondolom, hogy nagyon segíti a mostani kapcsolódásukat az élethez. Tehát, hogy nagyon gyakorlati dolgokban tudnak nagyon eredményesek lenni. És tényleg azt látjuk, hogy nincs megoldhatatlan feladat a számukra. Vagy hát nem is veszik feladatnak, de
nem kétség, hogy ezt most neki kell állni, és valahogy meg kell csinálni. Tehát, hogy azt nem gondolnak arra, hogy akkor ezt most feladom, mert nincs tovább. És azért így a saját életünkben volt egy pár ilyen konkrét esemény, hogy lerobbant az autó. Hát akkor nem tudunk tovább menni. A világ végén voltunk a lakhelyünktől, itt Magyarországon. Hát akkor most se hazajönni, autómentő, vagy szállás le volt foglalva. Hát regőben haszott az autó alá, és egy csomag kábel kötözővel megjavította a kuplung, nem tudom mi. Úgy közlekedtünk egy hétig még az autóval, tehát hogy zárva volt minden, tehát nem volt esély, hogy egy szerelő oda jöjjön, vagy, és tehát ilyen konkrét események voltak szép számmal már. Értem, hogy az autó, igen. Nem azt mondom, hogy nyilván neki van ehhez egy jó képessége, de igen, itt jön be, hogy nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha más irányba megy, vagy, de hogy így nagyon jól látni ezeket a dolgokat. Itt voltam a gimnázium alapításakor is, ugye együtt munkálkodtunk benne. Bár egy gyermekem sem járt ide a gimnáziumba, ez oké, hogy már így tudatosult bennem, de érdekes így kimondani is. És egyetlen egy gyermekem végzett Waldorf gimnáziumba, a Fulti Waldorf gimnáziumba, a többieknek másfele vezetett az útja. De mindegyik őjüknél alapvetések, amiket Enikő és Gyula is kiemelt, hogy az élet úgy hozta, hogy az érdek képviseletbe így belehúzzák őket. Tehát, hogy nem csak saját magukra gondolok most, hanem hogy csoportos érdekképviselet, akár diák önkormányzat, akár osztályszintű képviselet, és ez nem csak az én tapasztalatom, hanem azoknál is, akik mondjuk 8 év után ugye nem tudtuk megcsinálni elsőre a gimnáziumot, és mindenhonnan ez jött visszajelzésként, hogy az érdekképviseleti rendszerbe egyszerűen ők belekerülnek, és onnantól kezdve működik mindaz, ami itt áthatotta őket. És viszik szépen tovább. Az, ahogy ők látják a világot, ahogy az embereket, vagy önmagukat, ugyanúgy megvannak szerintem a nehézségeik, mint a mostani fiatalok többségének, mégis másként állnak ahhoz, hogy ez, tehát más szempontokból közelítik meg a megoldási lehetőségeket. Én sem látok olyat, hogy ne tudnák megoldani, tehát hogy ebből rengeteget tanultam én szülőként tőlük. Az egyértelműségből, hogy tényleg mindenhol megtalálják azokat a lehetőségeket. A lelkesedésük, ahogy ami őket érdekli, abba, ahogy bele tudnak mélyülni, ami annyira nem érdekli őket, arra is azért mégiscsak nyitottak, és akkor a végén kiderül, hogy valami jó dolog kikerekedik belőle, de nagyon-nagyon-nagyon szépen és szívből képesek látni a világot, meg az embereket. Ez az, ami nekem így felnőttként, szülőként mindig így annyira áthat. És nem csak az én gyermekeim, hanem akikkel itt kapcsolódunk, diákok. És tényleg rengeteg olyan dolog van most is a gimnáziumban is, amin lehetne változtatni és jobbítani. De én úgy gondolom, hogy ha egy ilyet kapnak a gyermekek az élethez, az már rengeteget számít. Csatlakozok Mártét, én is ezt szerettem volna elmesélni, hogy az én osztályomnak még nem volt Waldorf gimnázium, akik állami középiskolában kellett tovább tanulniuk, és ilyen hírek érkeztek vissza hozzánk, hogy ők voltak mindig az osztályképviselők, a diák önkormányzati tagok, mert hogy egyáltalán ők mertek megszólítani egy tanárt, vagy szóba állni egy tanárral.
és hogy így tolták őket az osztálytársak, hogy menj és mondd kérlek a tanárnak, mert te mered. És ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt, ennek így örültünk, hogy ők tényleg önmagukért is, és egymásért is ki tudtak állni, de tényleg ebben nőttek fel, hogy a tanár is ember, és lehet kommunikálni vele. A másik, ami így eszembe jut, hogy azt látom a végzett diákjainkon, hogy nagyon-nagyon sokan kreatív, újító, megújító szakmákban, munkakörökben helyezkednek el. Hogy bennük van ez a kreativitás és megújító erő, ami szerintem nagyon fontos. Én a közösségi érzés, illetve a közösséghez való kapcsolódást szeretném kiemelni. Azt gondolom, hogy látva állami iskolában végzett diákokat, fiatalokat, illetve hát egyetemen sok mindenféle intézményből érkező diákkal kapcsolódtam. Abban különböznek a mi gimnazista diákjaink, illetve a végzett diákjaink, hogy úgy próbálnak hozzáállni a dolgokhoz, hogy eleve közösségként tekintenek rájuk. Tehát, hogyha bármilyen probléma van, akkor nem feltétlenül, tehát egyedül is megoldják, de hogy mégis gondolkoznak a közösségben. És azt is mindig mesélik, hogy számukra az is biztonságot nyújt, az a tudat, hogy ők itt egy élő közösségnek a tagjai a mai napig, hiába végeztek már 1-2-3-4-5 éve, akkor is tudnak kapcsolódni a volt iskolájukhoz, tudnak kapcsolódni a világban más Waldorf közösségekhez, és meg is teszik. Tehát nálunk az osztálytalálkozó az nem 5 évente van, hanem mondjuk fél évente, vagy az egész osztály ott van, viszont vannak. Tehát, hogy folyamatosan jönnek be az iskolába hozzánk a már végzettjeink, és mesélnek az életükről. Tehát, hogy ezek a szálak, ezek nem szakadnak el, hanem folytatódnak. Nagyon jó hallgatni benneteket, ezeket a mondatokat, amiket mondatok. Mindig arra gondolok, hogy igen, ez az iskola, és közben nagyon büszkén gondoltam magamban, míg meséltetek, hogy mindez az óvodából indul ki. Ott az ünnepekkel, a napi ritmussal, a egymás köszöntése, sorolhatnám ezeket a tevékenységeket, hogy mi minden éri az óvodásokat, és igazából hozzák magukkal ezeket a találkozásokat, ezeket a tulajdonságokat. Szoktuk kérdezni a tanítónéniket, amikor elmennek iskolába a gyerekek, hogy egy év után hogy látják a Waldorf óvodából jövő gyerekeket, és szinte szóról-szóra ugyanezeket mondták el, és ilyen nagyon szép volt most egy ilyen jó megerősítés, hogy tényleg az óvodából indul, és az iskolába kiteljesedik ez a tevékenységük az óvis korú gyerekeknek. Én örültem neki, hogy ezeket így elmondtátok, mert bennünk is egy ilyen megerősítés. Ugye azt mondjuk, hogy a minta, 3-7 évvel gyerek a minta után tanul, és ez visszafele is nagyon jó nekem, mint óvónőnek, hogy akkor tudtam egy olyan mintát adni annak a kisfiúnak, kislánynak, aki, amit magával visz és örökké hordozni fogja. Valószínű, hogy ez nem múlik el soha, még ha mondjuk nem Waldorf körökbe fog kerülni, de igazából azt látom, hogy megkeresik azokat a köröket, ahol ugyanezt tud folytatódni, mert már a másikban már nem tudnak élni. Mert tőlem is meg szokták kérdezni, hogy és hogy viseled ezt, hogy most te vagy kilógsz a sorból. És mindig mondtam, hogy én szerintem nem én lógok ki a sorból, hanem ti lógtok ki a sorból, mert az egy más, hogy nem mindegy, hogy melyik oldalról nézzük. Mindenki a másikról hiszi azt, hogy hú, hát hogy lehet így élni. Ugyanakkor meg én is ugyanabban a cipőben, és ugyanakkor ezt a találkozást megteremteni, hogyha meg találok egy ilyen közösséget, ahol találkozhatok ilyen emberekkel, akkor mi az a mód, ahogy kicsit csepegtetni, kicsit mozdítani. Érdekes, a gyerekeim, két nagylányom, nagyfiam van, és ő nekik nem adatott meg a Waldorf iskola, se óvoda, se iskola, mert még nem volt akkor a városba. És most, hogy ilyen 40-41 évesek, igazából mind a kettőjük
ilyen Waldorf benyomás, látom a saját családjuknak, a saját gyerekeiknek, hogyan viszik tovább azt, amit igazából csak tőlem kicsit láthattak, mert mint egy elhivatott óvónő, aki állandóan az óvodában van, és akkor hazamegy, és igazából szembesül azzal, hogy hát otthon még nem tartanak ott. Ez egy ilyen óriási példa a karácsony, hogy nagyon izgultunk, készültünk, és karácsonyi ünnep, és szépnek kell lenni, és gyertyagyújtás, és minden, és akkor hazaértem, és igazából otthon meg vártak a romok, hogy most ezt a dolgot újra fel kell építeni. És akkor ezek az erők, hogy akkor igen, de ez a saját családom, és a saját családommal nem tehetem meg, hogy nem építem fel újra ezt a dolgot, vagy legalábbis most így látom, hogy mondják, és meg is tudják már fogalmazni, hogy anya, amikor hazajöttél az ünnepről, és akkor látod, hogy boldog vagy meg, hogy szép volt az az ünnep, és akkor ezt így ugye a diszekből, a készülődésből, a közös éneklésből, nem is tudom még mi mindenből, hogy ez így megy, és most látom, hogy akkor kimondják, hogy ők a gyerekeiknek Waldorf iskolát és óvodát akarnak. Hát mondom, tegyétek meg, akkor csináljátok meg, ez nem magától lett. Tehát ez a körforgás is benne van, és én most már látom ezt a utána levő időszakot, ami majd ti is a saját gyerekeiteken, ahol itt ilyen nagy gyerekek vannak, majd láthatatlanul is tovább megy ez a találkozás, hogy nem mondjuk, hanem mutatjuk, és ez a minta, ez örökké itt marad. És mindig jön a megerősítés, most például pont, amiket mondtatok, ez olyan nagyon szép volt nekem így hallani. Köszönöm, hogy itt lehetek. Innét visszanézve azt látom, hogy azért az iskolát indító szülői csapat egy nagyon bátor csapat volt, és hogy a gyerekek azokból a szülői házakból jönnek, és hogy nagyon-nagyon fontos, hogy otthon miben él a kisgyerek, aki majd megy az óvodába, megy az iskolába. Tehát, hogy most így visszatekintve azt látom, hogy ugye minden onnan gyökeredzik, hogy a ti gyerekeitek abból jöttek, hogy ti ezt az utat választottátok, és hogy mindenen keresztül kitartottatok, és kitartottunk. És hogy mindent ti teremtettetek, vagy mindent együtt. És hogy nagyon-nagyon sok válsághelyzeten átmentünk, és hogy kitartottunk. És a gyerekek ezt látták. És hogy a legfontosabb szerintem az, hogy milyen a szülői ház, milyen ott a kapcsolódás, az alap működés, és hogy amikor az óvodába, iskolába indul a kisgyerek, akkor ott milyen lesz a felnőttek közötti kapcsolat, együttműködés, mert hogy ezt közösen csináljuk. És ott nagyon nehézzé válik, amikor már nincs meg ez a közös értés, közös akarat. És hogy ezt látom, hogy ma ez egyre nehezebb, mert nagyon sokféle szülőcsalád találja meg az iskolánkat. És hogy ezt kell erősítenünk, hogy a kapcsolat és az együttműködés jó legyen, mert abból tudnak növekedni a diákjaink, és a másik része pedig, hogy mi segítjük kibontakozni mindazt, ami bennük van. Tehát, hogy így nem, én tényleg úgy gondolom, hogy nem én tanítottam írni, olvasni, számolni őket, hanem hogy biztosítani azt a közeget, azt a környezetet, azt a megfelelő helyzetet, amiben ők tudják hozni azt a sok-sok kincset, ami bennük van, és hogy hinni, hogy ez nem csak itt itt és mostban van, hanem hogy ez egy sokkal hosszabb utazás és történet, és hogy így tekinteni egymásra, hogy mindenkiben ott van ez a kincs, és hogy egymás segítői vagyunk, mert ők is segítettek engem, meg segítenek engem egyre jobbá válni nap, mint nap. És ez a szép benne. És hogy amit mondtál, Vali néni, hogy igen, kell az a 20-30-40 év, hogy értsük és lássuk. Mert a jelenben még nem nyilvánul meg minden.
és hogy, hogy ezért is vagyok hálás, ezért a hosszú folyamatért, mert most egyre több mindent látok át és értek meg, mert a jelenben még ott nem minden mutatkozik meg. És én is nagyon köszönöm, hogy hívtatok, és itt lehetek.